8 éve kerültem ide Pécsbányára, és most a női csoportot vezetem szervezőként. Szerencsére élnek itt olyan nők, akik most már a csoport tagjai, vagy hát kezdetektől fogva, akik valahogy így a vérükben hordozzák ehhez való érzéket. Egyik, ami Pécsbánya általános problémája a városon belül, hogy egyrészt kevéssé ismert, másrészt inkább alacsony presztízsű szomszédságként ismert a városi közvéleményben. Van mit tenni Pécsbányán, mert nagyon el van hanyagolva. Mintha nem is Pécshez tartoznánk. Amit eddig tettünk, az például az óvoda tetőfelújítása, buszmegálló felújítása, új buszmegálló megépítése. Rettentően nézett ez itt ki. Megbeszéltük, hogy naponta megyünk, és addig ütjük a vasat, amíg meleg, és egyszer csak ide jöttek, és egy nap alatt rendbe rakták. Az óvoda ügy az elég szépen beállította ezt a fajta elköteleződést. Ott elég stabil létszámban is tudtunk működni. Nagyon rossz volt a tető, beázott, évek óta probléma volt az, hogy vödrök és laborokat kerülgettünk. Hát sikeresen lecserélték a parkettát, sikeresen megújult a tető, sikeresen megalakult egy parkoló, ahol meg lehet állni a szülőknek, mind a dolgozóknak. Azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos győzelem, amiben nagyon sokan működtek közre. Lehet, hogy a végső hatást azt néhány újságcikk érte el, de az, hogy például a hozzá kapcsolódó tevékenységekben hányan vettek részt, és mennyire látszik ez a közreműködés például már a kerítésen, ezért ez egy szélesebb és a konkrét ügyön túlmutató megerősítést is jelenthet a helyi közösségnek. Meg tudott erősíteni engem annyira, hogy jobban tudok kapcsolatokat építeni emberekkel és az itt élőkkel a környezetemben. Összefogással úgy gondolom, hogy bármit el lehet érni. Azok a nők, akik részesei lesznek ennek a folyamatnak, ennek az érzésnek, megérzik ezt a lehetőséget, hogy ez valójában nem függ semmitől. Hogy ez akkor is működik, hogyha nincsen ez a ház, hogyha nincsen forrás, hogyha csak ők vannak. Az ő hitük, meg az önbizalom, az önbecsülés, ami ki tud alakulni bennük.